Köszöntöm Önöket a hét utolsó napszemléjének kezdetén, íme a tartalom. Több száz gyerek és felnőtt takarította meg ma Borzont határait, jó hangulatú kaláka alakult ki. A szervezők ismertették a részleteket a holnap sorra kerülő csíkiker takarításról, egy kaláka vándorbotot is továbbadnak. Közös énekléssel irányították a természetre a gyerekek figyelmét a Madarak és Fák világnapján. Alfaluban és Borzonton már hagyománynak számít, hogy minden tavasszal takarító kalákát szerveznek a község széleinek megtakarítására. Az idei akciót ma tartották, többnyire gyerekek és pedagógusok csatlakoztak. Enni és innivalót, szállítóeszközöket is biztosított Gyergyó Alfalu önkormányzata a szemétgyűjtéshez. A Sövérelek iskola központ volt most is az első számú partnere az akciónak. Itt természetesen a legnagyobb partnerünk és a fő partnerünk az iskola. Az iskola nélkül ez az akció ez nem tudna működni. Ma is rájuk számítottunk, ma is ők adják a gerincét a programunknak. Hát itt mi a bucsini részre koncentrálunk, illetve az erdő alatti részre, mezei utak mellett, a település közelében, tehát elég széles az a sáv, amelyet reményeink szerint meg tudunk tisztítani, hiszen nagyon-nagyon sok gyerek is vállalta ezt, és nagyon sokan jöttek. Már néhány héttel ezelőtt, amikor legelőször szóba került, akkor már pozitívan álltak hozzá az iskola részéről, és már akkortól is többen is jelezték, külsősök is, hogy hát amikor lesz, akkor természetesen számíthatunk rájuk. Ez a szemét, ezt ma reggel a gyerekeknek is elmondtam, hogy sajnos nem szelektív. Tehát amelyik pillanattól fogva beszennyeződik egy műanyagpalack, beszennyeződik egy fólia, attól a pillanattól kezdve nem szelektív szemét, ez az általános szemét átrakóra kerül, tehát olyan, mintha hazai, otthoni szemét lenne, holott ennek a szemétnek 90%-a akár műanyagpalackról beszélünk, akár alumínium dobozról beszélünk, ez szelektív kellene, hogy legyen. Így még plusz munkát is adnak nekünk, és azon kívül nem is hasznosulhat újra. Kisebb csapatokra oszoltak az önkéntesek, úgy járták végig a kijelölt útszakaszokat. Voltak, akik énekszó mellett gyűjtötték össze a mások által elhagyott hulladékot. A jó hangulatú tevékenységnek jelentős szerepe van a fiatalok környezettudatosságra nevelésében is. Nem elég, hogy ugye elméletben beszélünk a környezetről, meg a környezettudatosságról, hanem meg kell nekik tapasztalni, talán az árnyoldalait is ennek, és ez az egyik legjobb módja annak, hogy a gyerekek nagyobb mértékben odafigyeljenek erre, és akár hát hazaérve elmondják, hogy mit tapasztaltak, mit találtak az útak mentén, és hát ha így a családok viselkedését is sikerül egy kicsit környezetbarátabbá tenni. 250 tanuló és 17 pedagógus vette ki a részét a munkából, de csatlakoztak hozzájuk más önkéntesek is a községből. Gyergyószent Miklós önkormányzata nyílt árverést hirdett a zöldségpiac területén lévő és az önkormányzat tulajdonát képező Piacháza néven ismert épületben található 50 négyzetméteres kereskedelmi helyiség bérlésére. Jogi és fizikai személyek a Városházán a Szabadságtér 27 szám alatt jelentkezhetnek a 2022. május 9-31 közötti időszakban, munkanapokon 9 és 16 óra között. Kelet-Európa legnagyobb élelmiszeripari kiállításán vesz részt a Benedek Húsüzem csapata. Elsősorban a vendéglátásban működő cégeknek szánt termékkínálatukat népszerűsítik. A tengerparti Olimp településen szervezték meg a Carnexpo Grill húsipari kiállítást. Most először a Benedek Húsüzem is képviselteti magát a rangos szakmai eseményen. Benedek Húsüzem csapata jelen pillanatban a Carnexpo nevű kiállításon van, amely Olimpon van megszervezve. Ez a kiállítás egy elég nagy méretű kiállítás. Románia nagyobb, legnagyobb cégei vesznek részt rajta, ami főleg inkább a vendéglátóiparról szól. Ez a rendezvény csütörtökön reggel kezdődött és szombatig fog tartani. Ez idő alatt a résztvevők bemutatják a termékeiket. Mi például az vendéglátóiparnak szánt úgynevezett szuvidált termékeinkkel vagyunk itt, ezeket mutatjuk be, és úgy néz ki, hogy nagy sikere van, nagyon sok az érdeklődő.
A gyágyói térség legnagyobb üzeme számára szintlépést jelenthet szakmai téren az Expón való részvétel. Több ezer jövendőbeli ügyfél számára mutatják be most a termékeket, az elkészítésükre is tesznek javaslatokat, hogy ez is jól sikerüljön, kicsi zsigafőző tudományát hívták segítségül. A Benedek standja körül nagy a nyüzsgés, alig győzik kiszolgálni az érdeklődőket. Bizonyára ötleteket is hoznak majd az Expóról, a 15 ezer négyzetméteren kiállító 1500 szakmabeli cégtől van alkalmuk ellesni újabb fondorlatokat. Bejelentette lemondását tegnap Pálffy Kinga székelyudvarhelyi alpolgármestere és Albert Sándor városmenedzser. Mindketten azzal indokolták döntésüket, hogy nem tudnak tovább együttműködni Gálffy Árpád polgármesterrel. Korábban több igazgató is beadta felmondását az udvarhelyi városházáról. Hogy a hivatal működése ne kerüljön veszélybe, a választásokkor Gálffy mögé felsorakozó POL frakció most felszólította az előjárót a lemondásra. Ha Gálffy ezt meglépi, lemond a frakció is, és előrehozott választást kell kérni a településen. Tavasszal a gyümölcsfáknak metszésre van szüksége, ezt azonban nem mindegy, hogyan végezzük el. Sok mindenre kell figyelni, hogy egészséges, gyümölcsöző fát neveljünk. A gyümölcsfák metszése nagyon fontos tavaszi művelet. A mikéntjéről szakembert kérdeztünk. Minden fa igényli a metszést. Gyakran űzik szakszerűtlenül, nem megfelelő módon. Oda kell figyelni első ízben metszésnél, hogy milyen fánál állunk, milyen fát metszünk, mert teljesen különbözik az almafának, illetve a szilvafának is a metszése. Figyelem előtt kell tartani az alapszabályokat, hogyan csípünk le egy ágat, hogyan alakítsuk ki a koronát, illetve figyelem előtt kell tartsuk, hogy kint milyen időjárás van. Tehát mínusz 5 Celsius fok fölött és rügyfakadásig. Most történetesen épp határeseten vagyunk, még meg lehet metszeni a fát, ellenben most már annyira megvannak a duzzadva a rügyek, hogy én a kimetszett ágrészeket eltávolítom, és az eltávolítás következtében, amikor veszem le, lehúzza a többi rügyet, sérülnek a megmaradó rügyek, ezért már necces a metszés. Tehát oda kell figyelni, óvatosan megmetszük ezt a fát. Jelenleg egy szilvafa előtt állunk. A szilvafa látszik, nagyon szépen el volt indítva egy visszacsípés következtében. Gyakori hiedelem, főleg a Gyergyói medencében, hogy nem szabad a szilvafát metszeni. Sőt, kell, koronaalakítást kell végezni rája. A szilvafa az kimondottan a töltsét koronát szereti. És hogyha megnézzük ezt a fát, akkor nagyon szépen el volt indítva. Van rajta négy erőteljes gallérrág. Galérrág és a galérrágok nagyon szépen be vannak rakodva termőrügyekkel. Hogyha végignézzük a fát, akkor szinte mindenhol termőrügyeket látunk. Ez mind szép és jó. Javarészt az emberek sajnálják eltávolítani. Sok a termőrű rajta maradjon. De ugyanakkor meg szeretném mutatni azt is, hogy én is ugyanígy kedveztem a termőrészeknek, és beárnyékolták önmagukat. Beárnyékolja önmagát, ebből kifolyólag megjelenik a moniliózis, meg különböző penészgombák, tehát nem jó az, hogyha túl sok gajrészt hagyunk a fán. Lehetőleg araszonként legyenek gajrészek, legyen szellős az állomány azért, hogy szépen fejlődjön a fa, illetve szépen tudjon termést hozni. És akkor elkezdeném is a metszést. Tehát első ízben figyelem azt, hogy terhelődik a fa, termés súlya alatt még lefele fog ívelődni jobban, ezért eltávolítom azon ágrészeket, amelyek kimondottan lefele néznek, illetve a befele, korona belső felébe mutató ágakat is levágom. Kicsípem az oda nem illő ágakat. Ami még hiba szokott lenni, hogy elkezdik alulról, és felpucolják teljes mértékben az ágrészt. Én kimondottan javaslom azt, hogy azon ágrészek, ahol élő rész van, élő termőrészek, azokat meg kell hagyni, nem kell felpucolni, tehát nem kell mindent lecsipkedni, csak azokat, amelyek el vannak már halva, azokat az ágrészeket csípjük le, a többi termőrészeket, azokat meg kell hagyni. Tehát nem kell felkupacolni a belső felét teljes mértékben, tehát a termőrészek azok maradnak. Csak hogyha hosszú vessző néz befele, azokat szedjük ki a korona belsejéből. Még amire kell figyelni metszés esetén,
hogy lehetőleg egy növekedés következtében egy adott ágrészben legyen meg egy domináns fél. Tehát itt van egy villás növekedés, kétfelé elágazik a vessző, és a kettő közül el kell döntsük, hogy melyik marad. És ez lesz a csúcsvezérág, ami tovább viszi a növekedést. És úgy megyünk tovább minden egyes gaj esetében. Közben figyelem azt is, hogy nagyjából egyforma magasságba hagyjam a fának a galérág növekedését, mert hogyha lesz egy erőteljesebb növekedésű gajrészem, akkor az el fog futni. Lehetőleg a tölcsérkorona teljes felületére azonos magasságot próbálok kialakítani. Nézem, hogy termés súlya alatt amúgy is le fog ívelődni, úgy hát kiemelődik azon ágrész, amely pluszban van. És itt eltávolítom ezt az ágat. Körbejárjuk többször a fát, megnézzük, hogy milyen, hogy néz ki, mennyire vannak egymástól távol az ágak, mennyire nőnek egymásra, termés súlya alatt mennyire fogják zavarni egymás fejlődését. Itt például a közepén még eléggé sűrű, van egy erőteljes hajtásképződés, így hát kicsípem, hogy jusson fény, mert ahhoz, hogy termésem legyen, fény szükséges. Fényt kell biztosítani a rügyeknek, és mint ahogy az előbb is mondtam, szükség van a szellőségére a lombozatnak, ahhoz, hogy ne penészedjen be, ne jelenjenek meg különféle betegségek. És így néz ki a mi tölcsérkoronába elindított szilvafánk. A szakember részletes útmutatása alapján bárki helyesen metszheti meg gyümölcsfáit. A szervezők a Csiki kertben ismertették a részleteket a holnap sorra kerülő takarítási akcióról. A nap végén faültetés, közös ebéd, valamint előadás is lesz. Nagyszabású takarítási akció lesz szombaton reggel 9 órakor a Csiki kertben, ahol az elmúlt évek alatt felgyűlemlett hulladékot fogják összegyűjteni. A szervezők arra kérik az önkénteseket, hogy vigyenek magukkal kerti segédeszközöket. A sajtótájékoztatón az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke ismertette a részleteket. Szervezéssel kapcsolatban a bejáratnál lesz egy elosztó pont, ugyanis szakembereket hívtunk meg, köztük felosztottuk úgymond a Csiki kertet külön kis parcellákra, és akkor ki milyen szerszámmal jön, az a kérésünk, ha tud egy munkavédelmi kesztyűt hozzon, ha egy gerebjét, ha van esetleg valami egyéb eszköze, olyan személy is van, aki ebbe tud segíteni, hozza magával, de ha nem, akkor itt is lesznek eszközök, tehát ez nem lesz akadály, és akkor ők lesznek azok, akiket úgymond be fogunk osztani a szakemberek mellé, ugyanis egy fokozottan védett területről van szó. Mi itt takarítani, rendet rakni szeretnék, és nem rombolni, még véletlenül se. Tehát nem szeretnénk, hogy a jó szándékból esetleg probléma legyen. Ezért találtuk ki ezt a megoldást, hogy akkor akik jönnek és szeretnének segíteni, csoportokban lesznek, lesz egy csoportvezetés, akkor ők fogják tudni, hogy mi az, amit kell, mi az, amit lehet, és mi az, amit nem szabad csinálni itt a Csiki kertben. Többen is jelezték civil szervezetek, iskolások, hogy jelen lesznek a megmozduláson. Az akció végén sor kerül egy kaláka vándorbot továbbadására is. Mi szeretnénk hangsúlyozni, nagyon jó érzés, hogy az elmúlt napokban önként nagyon sokan kerestek meg, szervezetek is. Egyeztettünk iskolákkal is, ők is jelezték, kivétel nélkül mindenki, hogy valamilyen szinten megpróbál jelen lenni. Ugye most már azért tavaszodik ki, vannak különböző programok is, de ki picit késve, ki időbe, ki néhány órára, de mindenki jelezte, hogy jönne. Nagyon sok egyéb szervezet is van, aki jelezte, hogy csatlakozna úgy, hogy akár szendvicseket készít, akár van, aki meg elkészíti az ebédet, van, aki adja hozzávalót az ebédhez, van, aki a borvizet adja hozzá. Szóval nagyon jó érzés tényleg ezt látni, hogy ennyire összefog a város, ennyire
magáinak érzi a csikikertet. Éppen ezért egyeztetve a Szent Anna kápolna korábbi akciónak a szervezőivel, kitaláltuk azt, hogy ez az alulról jövő kezdeményezés, ez ami most már úgy látszik, egyre nagyobb teret kezd kapni a városban, hiszen elvét elszórva halljuk, hogy azért itt is, ott is újabb kezdeményezések kezdnek születni. Ez ne halljon kép, ezért kitaláltunk, ma kaptunk tőlük egy vándorbotot, egy kaláka botot, kaláka stafétát. Ennek az a lényege, hogy tovább fogjuk adni valakinek, aki vállalja, hogy akár közösségépítés céljából, hiszen a kaláka erre is jó, összehozza az embereket, közösen dolgoznak. Bízunk benne, hogy ha valaki csak azt vállalja fel, hogy akkor beszél néhány szomszéddal, és akkor hátul a ha játszótérnél, vagy akár egy virággrupot ültetnek, odaadjuk szívesen ezt a botot, és megkérjük, majd adja tovább valaki másnak is, húzzon bele egy róvást. A titkos cél az, hogy hát, ha évvégére sikerül elérni, hogy az abot egész végig lesz róvásokkal, vagy a kollégám mondta, hogy még meg is kell oldani. A holnapi nap folyamán egy alapozás fog történni, járhatóvá teszik a sétányokat, kijavítják a hibákat a bútorzaton, hangsúlyozta Kastan László, a Szent Benedek Tanulmányi Központ igazgatója. Len Emil alpolgármester elmondta, az önkormányzat részéről gépekkel lesznek jelen, és több kertészeti eszközt is tudnak biztosítani az önkénteseknek. Az Arbor Vállalkozók Szövetségének alelnöke kiemelte, szeretnék visszaadni a természetnek mindazt, ami a természeté. Reméli, hogy mások számára is példaértékű lesz ez a kezdeményezés. Barabás Csaba elmondta, a munka végezetével egy újabb fát honosítanak meg a csiki kertben. Megjelent Bajkó Tibor második könyve, amit csütörtökön mutatott be a Szent István templomban. A Jézus húzott ki a gödörből című kiadvánnyal a célja, hogy ismertesse covidos időszakát. A nagy érdeklődésnek köszönhetően Bajkó Tibor a Jézus húzott ki a gödörből című könyv bemutatóját a Szent István templomban tartották meg csütörtökön. A bemutató kezdetén Mayer Franciska és Mayer Robert szólaltatták meg hangszereiket. Őket követte Ferenci Attila, aki gondolatait osztotta meg a résztvevőkkel. Szerző, hát engem bízunk meg a korrektúrával és a szerkesztéssel, hogy szerkesztem meg a készülő könyvet. Én elvállalva természetesen azzal a felelősség teljes, mondhatom, terhel tudattal, hogy az a könyv, amely a nyomdafestéken vártunk van, vagyis kijött a nyomdába, hát nehéz rajta már javítani. Az esetleges hiba igazítani. Hát szóval rajta is múlott, nem csak szerző, hogy milyen könyvet tartott a kezében a kedves olvasó. Ez valahogy olyan egy kicsit, mint egy filmnek, tehát, vagy egy nagy játékfilmnek a létrehozása, kellett rávenni, ahogy forgatókönyv író, szövegkönyv író, kell a színészés, a rendező, operatőr, és az utóbb, az úgynevezett motivális, de közben kell egy vállal is. Én ebben a helyzetben az operatőr és a vállaló voltam, betörő-betőre kísértem az eszemmel, és a lehet, illetve szellemi kamerámmal a könyv részeinknek a születését. A könyv bemutatón Bajkó Tibor mesélt arról, hogy milyen folyamaton ment keresztül, ezzel párhuzamosan vetített képsorokkal számolt be a jelenlevőknek. Látom, őszintén mondom, kezdte el. Ez az őszintes. Nincs olyan címítem. Remegő láb, remegő gyomrom, kezdesz visszaadni, hogy visszaadni az indízatot, mert azt mondta, hogy csak hogy ez a politika járt, hát hogy orvos utazítása is nem magamtól. De ha véletlenül látják a nyelvet, kicsit összebakoljuk, akkor kérdez nekem őszintet. És ha valakinek van bátorsága arra, hogy meghívj néhány, nagyon sok jó szándékú ember, nagyon sok jó lelkű ember, egy könyvbemutatóra, vagy akár egy eseményre, akkor a meghívónak legelső útnak a papjában azt kellene legyen, ami a köszönetet akarja. És higgyék el, kedves jelenlévők, hogy én tiszta és őszinte szívvel
Köszönöm önöknek a jelenlétet. Köszönöm mindannyiunknak, hogy elfogadták és elfogadták a meghívást és rámtalálkoznak egy órát, másfél órát. Ezzel nem akartam behatárolni a könyvemutatónak az idején, de nem szeretnék az önök türelmükre egyáltalán visszahívni. Vannak önök között olyan vendégek, akire nem számít. És kifejezetten köszönöm a jelenlétet. Azért is hálás vagyok, és nem hiszem, és nem kétszer. Őszintén mondom önöknek, hogy a Jóisten előtt és Jézus Krisztus nem engedhetem meg magamnak, hogy mellé beszéljek, hogy hazudok. Tehát nagyon sokszor hálát adtam azért az imáim, azokért az imaláncokért, azokért a fogászokért, amelyekben nagyon-nagyon sokan, lehet, hogy azt is mondhatnám mindannyian, de maradjunk benne, nagyon sokan részt. Ezért százalékosan meg vagyok győződve, hiszem és valóban írtam magamon nem egyszer és nem kétszer, hogy az önök imájának, a családom imájának és mindenki fogászának köszönhetően az Úr Jézus Krisztus és az égi menedzsment megadta azt a tehetséget az orvosoknak, a gyermekszemlítési kórház kikülő szakembereinek, hogy visszaállítottak arra a pályára, melyen érdemességgel vagyok. És egy nagyon hálás vagyok úgy az orvosoknak, mint annak az ápoló, illetve kisegítő személyzetnek, amelyeknek a munkát csak szeretett teljesen tudom jellemezni. Az eseményről a résztvevők egy-egy példánnyal távoztak, ezt követően a szerző megvendégelte a jelenlevőket a Szent István plébánián. Az egész Kárpát-medencében zajlott közös éneklési program ma délelőtt, az Énekelj az erdőben program az erdővel, a természettel hivatott megerősíteni a gyerekek kapcsolatát. Kertes általános iskola 5 osztálya vidította fel a főtéren tartózkodókat a Madarak és Fák világnapján. Nemzetközi akcióhoz csatlakoztak a közös dalolással. A Madarak és Fák világnapi alkalmából kapcsolódtunk az Énekelj az erdőhöz, az erdőn mozgalomhoz. A világon körülbelül 24-25 ezer dalos regisztrált, úgyhogy ennyit tartanak számon. Fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek élmény is legyen, egyben nevelő hatása is van, mert a természet védelmére, a körülöttünk lévő dolgokra hozzuk fel a figyelmet, hogy milyen csodás környéken lakunk. Gyönyörködjenek egy kicsit a természetben, és az énekkel támogatjuk ezt a mozgalmat. Az ismerős dallamok hallatán sokan megálltak egy pillanatra, és meghallgatták a gyerekek éneklését. A nap fontosabb témái még egyszer röviden. Több száz gyerek és felnőtt takarította meg ma Borzont határait, jó hangulatú kaláka alakult ki. A szervezők ismertették a részleteket a holnap sorra kerülő csíkiker takarításról, egy kaláka vándorbotot is továbbadnak. Közös énekléssel irányították a természetre a gyerekek figyelmét a Madarak és Fák világnapján. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, fitpercek után Nógrádi György és Király Tamás az Ultrahang közönség találkozójának felvételét láthatják Gyergyó Alfaluból. Viszontlátásra! Műsorunk támogatója a Diego Áruház.